Sziasztok! Jöttem egy ilyen sminkszortírozós videóval. Ide is hozom a szemetest még. Remélem, hogy jól látható. Igen, én látok benne mindent. Hát ugye van ez a nagy sminkbőröndöm, amiből nagyon sok minden kikerül, mert beszáradt, mert már nagyon rég nincs használva, ugye. Kezdjük innen. Nem tudom, hogy látod-e, majd egy kicsit arrébb húzom. Itt van egy ilyen felső rész, közben megnézem, hogy látszik-e. Menjél csak be, addig Nikikém. Igen, látszik, menjél be. Most meg kell nézzem. Igen, látszik, menjél be, Niki, egy kicsit, amíg fölveszem. Van ez a kék szempilla spirál, csukd be az ajtót. Na, ez a kék szempilla spirál, ez már beszáradt nagyon rég. Úgyhogy most kerül kidobásra. Egyébként ez egy avonós, én nem voltam vele megelégedve. Ugye én mindig 2 darab szempillaspirált használok, nekem az vált be. Van ez a csillámos, próbálom közben nézni, ez a csillámos, hát nem tudom, ez már nagyon ragad, szemfesték, ez is megy ki. Közben itt a szemet is egyébként, úgyhogy dobálom is bele. Ebbe csak egy ilyen szivacs van, egy ilyen pamacs, úgyhogy ez maradt, mert ezt ki lehet ugye mosni. Itt van egy ilyen fehér színű. Ez egyébként nagyon jó volt, ez egy eszenszes. Itt van egy eszenszes szemhéjpúder volt, szerettem, mert olyan... Hú, ez is ragad, ugye, mert víz lett belerakva, vagy nem tudom. Ilyen fehér volt, és gyöngyházas, amit én szeretek, ugye. De már az is beszáradt, itt egy sminkecset, nem tudom, mit keres. Akkor ez a púder is megy ki, mert ugye le van törve a teteje, régóta itt áll. Lehet egyébként ez a bőrönd is kimegy, mert nekem nem kell szerintem. Már annyi minden volt benne, volt körmös bőrön, minden. Ezt nagyon szerettem, nem tudom. Ez is itt van már elég régen, ez még félretettük. Na, ezek is mennek ki. Ezek a rúzsok, remélem, hogy jól látható, rég megvannak, nem kell. Ezek is szerintem mind már régiek, úgyhogy ezeket is mind dobom ki. Ennek nagyon szerettem a színét, ezt nem tudom, hogy mikor vettem, de ez lehet, hogy még marad egy-két használatra. Ez is ilyen lilásabb, ilyen csillámosabb. Ez Color Trend, ugye, ez pedig ilyen avonos, metálos. Ez, hát ez már millió éves. Ez ilyen ajakápoló, de nagyon jó ilyen arany színe van, megy kifelé. Most lehet, hogy ez a bőrönd is, mert itt csak a helyet foglalja, ugye a körmös dolgaim azok nekem a szekrényben vannak. Itt van, ez is megy ki. Ezt megvettem, hogy hú, ez nagyon jó, ugye a TikTokon nagyon sok jót mondtak róla, vízálló is nem tudod leszedni a szempilládról, úgyhogy ez is megy ki, mert már be is van szerintem száradva. Ez is egy régi rózs, nem tudom, ja, most látszik, úgyhogy ezt nem, ezt mostanában vettem, úgyhogy ez marad. Az egy szájkontúr ceruza, ez a rúzs, és ez egy ilyen mágneses szempillának a ragasztója, de inkább hagyjuk, mert beszáradt. Ugye ez is megy ki, mert rég megvan. Hú, ezt nem tudom, ezt anyukám, ezt a rúst, hogy maradjon, ne menjen, mert meglátjuk. Ez egy száj. Hát ez is már régi, úgyhogy megy ki, ez egy ugye ajakbalzsa, ilyen balea. Na, úgyhogy innen a két felső részből már kiment minden, nem tudom még, hogy ennek mi lesz ennek a sorsa, ennek a bőrönnek. Nem tudom, kidobjam, ne dobjam. Ugye ez a kedvenc primerem, amit újra fogok venni. Úgyhogy de ez kiürült, úgyhogy az is megy kifelé. Ez egy ilyen kínai szemfesték, nagyon jó, meg minden, nagyon szép a színe. De, jaj, hova kentem? Ez is ugye megy ki, mert már rég itt van, meg nem is kell, nem használom. Mert ugye van egy itthoni neszeszer, és azt használom,
és azért vettem ezeket elő, hogy megnézem. Ez üres egyébként, ez fehér színű volt, úgyhogy ez is már ugye csontra ki van használva. Na hát vannak itt ez. Ez egy ilyen Vivien szabó ceruza, amit a szemöldökömre vettem, de nagyon sötét, de az még marad. Na hát ez nagyon büdös volt. Közben nézegettem egyébként, hogy látható legyen, hogy mutatom. Ez nagyon parfümös, úgyhogy kuka. Ez megint ki van fogyva, ez megint egy ilyen fehér, ugye. Ezeket csináltam, azokat a sminkeket. Akkor van itt egy zöld színű avonos, ilyen szemceruza, semmit kb. Nem ér. Van egy ilyen eszenszes, ez is megy ki, rég itt van, nem is tudom már mióta megvan. Itt vagyok már a másik oldalon egyébként, úgyhogy áthúzom ezt a bőröndöt ide, hogy hát, hogyha esetleg így jobban látni, ugye. Ez a választék is kimegy. Hát ezt nem, ez maradhat. Ez a avonos rúzs, ez is egy nagyon régi, úgyhogy kimegy. Nagyon szép színe van egyébként, ilyen tartós rúzs. Ilyen színe van, de már nagyon régi. Csak kidobálom őket. Ez is egy piros rúzs, nem kell. Ez marad. Ennek ilyen... Milyen szín ez? Ciklámen színe van, úgyhogy ez marad. Szemöldök ragaszt, szemöldök, fűszemfüle ragasztó, kéne itt megy ki. Jaj, mellé dobtam. Felveszem, mert így a kutya nehogy lenyelje, megegye. Ez egy ilyen műszempilla felhelyező, és szerintem semmit nem ér. Azért megtartjuk. Hegyező, avonos, azt is megtartjuk. Akkor itt van a másik fekete Laura. Egyébként látszik? Látszik. Jól van. Ez egy ilyen Laura kontúr. Az is megy ki, a fekete. Ez is megy ki. Nem is tudom, mikor vettem. Ezt ilyen piros rúst akarok venni. De ezek olyan rossz ízűek. És annyira nem jó, hogy ez is megy ki. Ez is már rég itt van. Ez a lila meg nem kell. Úgyhogy kimegy. Úgyhogy innen már teljesen a két oldalról megcsináltam. Van egy ilyen szemhéjpaletta. Ez még marad a kék szín miatt, ugye. Azokat még kihasználom belőle. Akkor ez kimegy. Ez a Revolution. Nem volt a legjobb, várja, leveszem a tetejét. El is van törve egyébként, de nagyon porzott, utáltam egyébként. Valami 4-5 ezer forintért vettem. Úgyhogy az is kimegy. Ez is millió éve itt van, és én nekem nem kell. Nem voltak a legjobbak ebbe a színek. Egyébként ez meg a... Nem tudom, mi ez. Milyen make-up? Nem tudom. I love you make-up paletta. De szerintem ez is revolutionos, nem? Nem tudom, valami csokoládé paletta. Mindegy, meg kuka. Van itt egy ilyen revolutionos paletta. Ezt még lehet, hogy egy kicsit megtartom. Még ezen gondolkozok, hogy ezzel mi legyen. Ide tesszük a másikra. Ugye ezekkel csinálta az arcsminkeket, ezek is mennek ki, nem kell. Ez már millió éves, de ezt nagyon szerettem, ezt a palettát. Lehet, hogy egyébként ezt a tükröt megtartom belőle, de hát annyira kicsi, olyan jó kis fém palettája van, de imádtam a színeket belőle. Egyébként megy a felvétel? Ja. Ja, megy, 9 perce, jó van. Ugye ezt megtartottam, mert ebből spricceltem a vizet. Akkor... Jaj, van egy ilyen műszempilla, ilyen kis, ugye ebben ilyen mágneses műszempilla volt, de olyan jó pofa kis tartó, úgyhogy én ezt megtartom. Azt a tartót megtartjuk.
Hát ezek 2 forintot nem értek, valami 850 forintért vettem, ugye, ezeket a... Én nem tudom, remélem, hogy jó lesz a videó, ezeket a alcükrétákat, de 2 forintot nem ért. Úgyhogy azt nem is lett használva, csak kidobva lesz. Itt van ez a Revolution, ez a kedvencem, úgyhogy ő még marad. Még egy icipicit használjuk a színeket belőle, úgyhogy ő még marad. Akkor alapozó, az is marad. Ugye, itt egy Larock paletta, ezt imádom, és ezt nem is olyan régen vettem, és tele van jó színekkel, mindenféle színnel. Remélem, hogy látható, pedig a fény az itt ég a konyhában villany. Aha, így, hogyha lejjebb jövök, látható. Nagyon jó színek vannak benne, ez marad. Visszateszem a zacskóba. Én szerintem ez a bőrönt kimegy, nekem már nem kell. Ma olyan rég megvan. Hát ez a Catrice-nek egy ilyen bronz palettája, szerettem nagyon. Jó színek vannak egyébként benne, főleg van egy ilyen bordó szín. Ez az? Nem, ez barna. Lehet, hogy nem ebbe van. Volt egy bordó szín benne, nagyon szerettem az egyik palettával, de hát ez is megy ki, mert rég itt van, és alig is használtam, úgyhogy... Majd jön helyette új. Na nézzük. Ó, hát ez a Laura. Ez ugye 100-asbolti cucc. Hát ez ő csillámos, de én szerintem nem tudom. Ez még maradjon egy kicsit, ezt nem annyira régen vettem. Úgyhogy hát ilyen barnás minket nyáron nem szoktam. Meg én nyáron nem nagyon szoktam, hanem még most, amíg nincs az a nagy meleg. Addig szoktam sminkelni, hát nem tudom, maradjon még egy kicsit. Eddig azt hiszem 4 paletta van, amit félre raktam. Na hát ő megy ki, hát ő már nem tudom mikor, mióta itt van, jaj, el van törve, meg minden, látod. Hát nem sokat használtam, ez se, csak hát kell, ugye, kell minden, úgyhogy megvettem. Akkor ezt ugye anyukámtól kaptam, ezt a Rival de Mi palettát, sok a zöld cím benne, de nem tudom, még maradjon egy kicsit, mondjuk nem tudom, nem szeretem a zöldet, van benne barna, narancs, nem menjen ki, ezt kidobom. Akkor itt van ez a Revolution, ezt is nem régen vettem. Ez még marad, ebben ilyen barnásabb színek vannak. Egyébként valami rózsaszíneset akarok majd mostanában venni, mert az nincs. Ugye az is elég régi, majd mutatom azokat is. Ez is jó kis paletta volt. Ilyen ez a szín, ilyen bordó, meg ilyen. Na most összekevertem a 2 színt. Ilyen bézs, és ugye... gyöngyházas, amit én szeretek, de ez megy ki. Hát ezek nem váltak be egyébként, ezek a paletták. Nem. Ugye arcsminkeléshez vettem. Ez a kék szín talán szép benne, ilyen, de nem kell. Mit csináljuk? A többi színt nem szeretem. Én nem is tartom meg. Ez is egy ilyen barna árnyalatos paletta, hát nem tudom, még majd egyet kipróbálunk, hogy milyen, aztán nem jó, akkor kimegy, úgyhogy még marad egy kicsit. Van még egy paletta, szerintem már összekentem az arcomat is szentestékkel, legalábbis olyan érzésem van. Ez ilyen pasztel színekből álló paletta, nem nagyon használtam, ő megmarad. Ez is egy ilyen Rival de Mi. Hát ez a bőrünk szerintem kimegy, nem tudom már, nem tudom, foglalja a helyet, úgyhogy megy kifele le a kukába. És akkor még van nekem egy itthoni, jaj, le ne essen a kamera, itt vagyok amúgy, van egy ilyen itthoni kis neszeszerem, ezt szoktam használni, úgyhogy ezt is mutatom, látszik, remélem, hogy látszik.
Ugye ezt múltkor vettem, ezt a Catrice szempilla göndörítőt, mert láttam valahol, hogy ugye ilyen fésűs itt, és az nekem egyből kellett, úgyhogy ennek így még megvan a doboza, nem megyünk arra, Nikike, menjünk egy kicsit, egy perc és végzek. Ezt rózsaszín rúzsra rákentem múltkor, ezt a Catrice ilyen szájfényt is eléggé jó volt, úgyhogy őt még használom egy kicsit így. Ugye ez a ilyen, hát meg nem mondom, ilyen ajakdúsítós, ilyen ajakápoló. Én nekem nagyon bejött, szeretem. Remélem, hogy látszik, és jó lesz a videó. BB krém, amit ugye szoktam használni mindig. Van ez a highlighter paletta. Úgyhogy ez is marad. Ezeket ugye mindig használok, azokat ide átraktam. Ezt múltkor vettem, nagyon jó illata van. Ez egy ilyen bronzosító, ugye nyárra, eszenszes, ezt az Orsonbe vettem. Ezt pedig a DM-be megláttam. Ez ugye a szem alatti karikákra jó, hát nem csinált semmit szerintem. Itt van ez a kedvencem, ugye ez egy kínai szemfesték. Itt van. És ebben nagyon jó ez a cikláven is, ez a rózsaszín, meg ez a világosabb színt szoktam használni, lilát utálom, úgyhogy látszik is, hogy azokat nem használtam. Valamilyen kicsit akarok majd venni így, mert a nyárra szeretem a rózsaszínt nagyon. Egyébként ugye ezt használom, ez az egyik, amit nagyon szeretek, és újra fogom venni. Ez egy szemöldökő krém, vagy pomádé, az van ráírva, az marad. Ezt a szempillaspirált is nem régen vettem. Nem látszik? Egyébként látszik. Ez egy eszenszes, remélem, hogy jó lesz a videó, és ugye ezt használom, ezt a kettőt egymás mellett. Na, lehet, hogy kellett volna még egy lámpa ide, és ezt a kettőt használom, ugye. Ez megint egy sírúzs. Ezt nagyon szeretem. Volt egy avonos rúzs, annak volt ilyen színe. Remélem, hogy azért jó lesz a videó. Hányszor mondom még el. Ez is még itt van, de hát ez is mehet kifelé. Ilyen barnásabb szín, nem még maradjon. Ezt most vettem nem régen, ugye. Ez ilyen essence. Nagyon jó, ez ilyen tartós rúzs. Ezt szoktam használni, ugye ez korrektor. Na majd így látszik, még egy kicsi van benne, úgyhogy marad. Ezt ugye szemfesték alap, essence, már évek óta ezt használom. Ez kuka, mert ebben már nincsen. Meg be is száradt, meg mit tudom én. Hát ez is kuka, mert nem jó fog. Ez egy, mit tudok, egy Catrice szemceruza kék, de hát ezek nem fognak, én nem tudom. Nem jó. Na hát ezt most vettem, ugye ez volt az, hát ez a kék, ugye itt van a kezemen, hát ez valami rettenetes amúgy, nem látszik, nem olyan jó. 890 forintért vettem, ez egy Color Pen szemhétus, kék színű, nagyon nem jó. Ezeket használom évek óta, ezeket az Essence fehér ceruzákat, ugye az alsó vízvonalra, úgyhogy az marad. Ez a Joyba benne volt, ez egy szempillaspirál, nem tudom a nevét. A Joyous Shardba benne volt, és 7000 forint egy szempillaspirál, de nagyon jó amúgy. Ezt kidobom. Ez egy ilyen kínai szájfény, de olyan rossz íze van, hogy ment kifele. Egy kis szivacs van itt még, egy kupak, és akkor van egy alsó részünk. Hát ez a Rival de Mine-nek a nude palettája. Úgyhogy ez marad, ezt alig használtam még. Úgyhogy ez marad. Azért jó sok paletta marad itt. Majd még azokat is megnézzük, hogy még azért mi maradjon. Ezt egy oldalról vettem, ez két szempillaspirál. Ilyen. Ugye, kettőt használok, egyébként a másik eltűnt valahova, nem találom. Ez az Essence-nek ilyen
szempilla spirál alapja, ami szép nagy szempillakat csinál, úgyhogy szeretem. Hát ennek nem jön le a teteje itt, meg kifolyt, vagy mi baja van, rég itt van, már nem kell. Egyébként ez egy ajakolaj, ajakra zsírolaj, valami ilyesmi a neve. Hát ő megy kifelé, ő egy kék szempilla spirál. Reméljük, a hisztit elkerüljük. Egyébként most evett a Niki. Ez egy kék szempilla spirál. Bourgeois, vagy mi ennek a neve? Bourgeois. Mit tudom én, valami francia, kegyetlenül rossz, 3500-ért vettem a DM-be, ugye így rendeltem, az van ráírva, hogy vízálló, vagy könnyálló, vagy nem tudom, ez nagyon rossz, ez kegyetlenül rossz. Úgyhogy még megtartom, amíg veszek egy másikat, mert ugye vettem ezt a kolót rendet, ez is kék, de ez is borzalmas. Ez már nagyon rég itt van, ez egy highlighter, már ki is fogyott azért, úgyhogy ez megy ki. Az évosokat kidobtam. Ezeket nem használom, de mondjuk ebben van most piros rúzs. Gyerek, jó, ez ilyen? Hát miért ilyen ez? De ez hogy rúzsozom így ki a számat? Szerintem ez csak benne maradt. Jaj, na jó van. Pedig piros rúzs kell, na jó van, ez menjen ki. Hát ez nem jön szét, úgyhogy kimegy. Piros és barna. Ez egy Rivaldemi, ilyen sötét, barnásabb pirosító. Ez marad. Ez egy ketrices, ilyen baracszínű pirosító. Ez is marad. Ez egy kontúr paletta, essence marad. Ő megy ki. Ez egy kék szemceruza. Jó sok mindent kidobtam. És ez a bőrönd is szerintem megy ki. És van még egy ilyen kis paletta, amiben kék szín van. Úgyhogy nem tudom, ő is menjen ki. Nem kell. Ő beszáradt. Ugye ő egy fekete tus. Ő is megy ki. Ezt a szemöldökömre szoktam használni. Ugye a másikkal együtt. Ez nagyon jó, még van benne. És van itt egy ilyen... Ebben Niki szerintem keze benne van. Hát egy ilyen rúzsceruza, ami megy ki. És ez is valami százas bolti dolog, megy ki. Jaj, már megint mellé. Úgyhogy szinte az összes termék kiment. Amik maradnak, azok itt vannak még. Nem tudom, hogy oda belemegye ide, ezek a paletták beleférnek-e, és a tetejébe belefér a többi, de meglátjuk. Úgyhogy ők maradnak, meg ugye a két nagy. Hát nem tudom, ez alulra menjen ki, mert nem kell, meg nem is fér el nagyon, úgyhogy az kiment, és ez a nagy marad csak, és a két nagy. Úgyhogy azok maradnak ott lent, még azért beleteszek itt, egyébként látni, amit csinálok, ja így. Még beleteszek ide ilyen kis palettákat, amik ide beférnek, meg ezeket a pirosítókat. Szeretem ezt a H&M-es neszeszert, jó pont.